Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk dr. Nagy Mihály, a Kátai Gábor Kórház főigazgatója. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban. Jó napot kívánok, üdvözlöm a nézőket. Főigazgató úr egy nagy változás előtt áll, hiszen a közelmúltban kapott egy felkérést, nevezetesen, hogy 2013. január 1-ig vezesse a Dombóvári Kórházat is. Mikor kapta ezt a felkérést? Hát ez a meglepő felkérés, ez december 30-án indult, vagy érkezett. Megmondom őszintén, hogy meglepett engem is a kérés. Gyakorlatilag azóta már voltam a helyszínen, tehát nagyjából a tényekkel megismerkedtem, illetve a képviselőtestülettel találkoztam. A felkérés arról szól csak, hogy a Dombóvári Kórház előző vezetésének december 31-ével lejárt a mandátuma, és az átmeneti, átalakulási időszakban kellene egy olyan egészségügyi vezető, egy menedzser, aki átviszi ezt a kórházat a változásba. Tehát ugye, mint tudjuk, a városi kórházak is államosítva lesznek. A terv szerint ugye ez év végén, de hát hogyha jobban haladnak az adminisztratív kötelezettségek, akkor valószínűleg már nyáron meg fognak ezek történni. Gyakorlatilag erről szól a felkérés, hogy segítsek ennek a kórháznak ezt a pár hónapot átvészelni, illetve amit az átváltozás, átalakulás során lehet kihozni még abból a kórházból, vagy annak a kórháznak az adottságából, azt próbáljam egy kicsit segíteni. Tehát ez egy segítő jellegű kérés volt, ezelől a segítség elől nem zárkóztam el, de a fő munkahelyem továbbra is Karcag. Mire gondolt, hogy miért pont önre gondoltak így 350 kilométer távlatából? Megmondom őszintén, hogy elsődlegesen nem volt ötletemre, hogy miért. Mert nem ismerek ott senkit, tehát nem ilyen jellegű volt a dolog. Tehát kapcsolatoktól mentes volt ez a, nem, a döntés. Tehát Dombóváron nincsen személyes ismerősöm, senki. Talán párszor átutazóban, ha jártam ott. Én úgy gondolom, és most tekintve a ezelőtti pár napnak a média és egyéb mozgásait, én úgy gondolom, hogy valószínűsíthető, hogy itt Karcagon tettünk le valamit a csapatommal olyat, ami felhívta a figyelmet az egészségügyi vezetők között, vagy az önkormányzati szférában. Tehát valószínű, hogy ez a fajta vészgazdálkodás, amit mi itt bevezettünk kényszerből, mert ugye megpróbáltuk saját magunkat a hajunknál fogva kihúzni a adósság csapdából, és ugye ennek az eredménye az, hogy ezelőtt, amikor én átvettem 642 millió forint hiánnyal vagy tartozással a kórházat, ez most a tegnapi az éppen 270 körül volt. Tehát akkor egy jó harmada lett körülbelül majdnem. Mondjuk azt, hogy 40%-ára sikerült levinni, úgy, hogy tudjuk jól, hogy adósságválság van, tudjuk jól, hogy az euró árfolyam az egekbe szökik, és ugye mindent euróban mérnek a beszállítóink, hisz külföldi cégek. Én úgy gondolom, és gyakorlatilag ugye közel egy éve már pénzügyileg stabilak vagyunk. Én gondolom, hogy ez valamilyen szinten fölkeltette az érdeklődést. Aztán, amit decemberben meg tudtunk lépni, hogy az orvosbéreken igazítottunk, és megpróbáltunk elébe menni az eseményeknek, és nem megvárni, hogy a mi orvosaink is elmenjenek, ez megint egy olyan plusz dolog lehetett. Tetszetős dolog volt. Hát, vagy legalábbis felhívta a figyelmet arra, hogy itt valami történt. Erről majd egy picit később még fogunk részletesebben beszélni, most maradjunk már ennél a témánál egy picit. Tegnap este a különböző internetes portálokon, internetes oldalakon lehetett olvasni önnel, illetve a megbízatásával kapcsolatban különböző dolgokat. Mi ebből az igazság? Az igazság annyi, hogy most egy, tehát a képviselőtestület felkért engem egy tanácsadói és orvosvezetői feladatra. Tehát kifejezetten a feladatom az, hogy orvosszakmai szempontból kitaláljuk annak, vagy segítsek kitalálni annak a kórháznak a jövendőbeli szakmai térképét, vagy szakmai menüjét,
Magyarán, hogy milyen osztályok, milyen rendelések maradjanak. Tehát ez kifejezetten orvosszakmai, menedzsmenti kérdés. Pénzügyileg nincsenek rossz helyzetben, tehát nem ilyen jellegű a kérés. Igazából orvosszakmai dologban voltak megakadva. Tehát a felkérés erről szólt a képviselőtestület részéről. Pillanatnyilag nem tudtam a polgármesterrel találkozni, ugye a részletekről és szerződésről ővele kellene diskurálni. Tehát láttam én is az internetes oldalakat, hogy milyen szép nagy összeget ígérnek állítólag nekem. Hát ez majd akkor lesz valóság, ha lesz az a személy, akivel erről tudok alkudni. Mert ugye egy szerződés úgy köttetik meg, hogy ők megmondják, hogy mennyit tudnak adni, én megmondom, hogy mennyiért tudok elmenni. De mivel ilyen beszélgetés még nem jött létre, és ugye 15 nap halasztást rendelte az ottani polgármester, így nincs miről beszélni még. Úgyhogy most csak egy bemutatkozó látogatás volt. Én úgy tudom, hogy 12-én vagy 13-án lesz ott egy újabb önkormányzati... 12-e van, legalábbis az volt. Igen, de mivel ugye nem sikerült a polgármesterrel kapcsolatba lépnem, vagy tehát nem tudott fogadni, mert Budapesten volt, vagy van, emiatt hivatalosan nem is tudom, illetve nem is kaptam rá meghívást. Tehát ebből adódóan ezt először nekik kell eldönteni. Tehát mi, tehát nyilván nem titok, hogy nem egyedül fogok menni, hanem egy-két segítővel, szakember társammal fogunk menni. Ebből adódóan akkor fogunk tudni erről komolyabban beszélgetni, hogyha komolynak fog tűnni a szándék, hogy kérik a segítségünket. Mi nem ajánlkozunk ész nélkül, nem kívánuk a nyakukra mászni, a segítséget ők kérték. Ezt a segítséget, ha elfogadják, akkor én meg tudom, vagy a mi csapatunk meg tudja adni. Ha nem kérik, akkor nem, akkor nincs miről beszélni. Azt is lehetett olvasni az interneten, hogy állítólag Dombóváron 10-én egy lakossági fórumot fognak szervezni, annak érdekében, hogy önt jobban megismerjék, és meg is akarják állítólag önt hívni erre a fórumra, elmegy-e, vagy tud-e erről valamit? Nem. Nem tudok róla. De hát mivel tegnap a képviselőkkel találkoztam, tehát ha lett volna hivatalos meghívás, akkor nyilván ezt tegnap megmondják nekem. Nem tudok róla. Hogyha megkapja a kinevezést, akkor a hogyan tovább a kapcsolatban, arra lennék kíváncsi, ugye bizonyos blogok ezt is felvetették már, hogy hogyan fog egyszerre két munkát elvégezni, ugye Karcag és Dombóvár között van 350 kilométer. Hogyan látja, hogyan tudja maximálisan ellátni majd a két feladatot, egyáltalán egy héten hány napot kell Karcagon, illetve Dombóváron töltenie, vagy hogyan fog működni ez a rendszer? Mivel ugye a polgármesterrel, aki elvben majd a megbízó partner lenne, nem tudtam beszélni, úgyhogy igazából nem tudom, hogy ők hogy gondolják. A képviselőkkel, akikkel beszélgettem, úgy tűnik, hogy igazából arra fajta ismeretre van szükség, amit sikerült csapatomnak és nekem is összeszednünk. Tehát nem az lesz az elvárás, hogy én ott üljek állandóan. Ott van egy kollega, aki vezeti az intézményt. Ebben a szakterületben most került bele. Tehát nincs még kellő tapasztalata. Igazából őt kellene támogatni. Azt nagyon jól tudjuk, hogy az események nagy része nem helyben dől el Budapesten. Tehát ha távol is kell lenni, akkor Budapesten kell, vagy a minisztériumban, vagy a GMC-ben, vagy az OEP-nél, vagy az ANTS-nél, vagy az OTH-netet, azoknál a magasabb szerveknél tárgyalni, akik döntenek egy-egy intézményről. Tehát nyilván gyanítom, hogy tudják a karcagiak is, hogy én nagyon sokat oda voltam Budapesten az elmúlt egy évben. Nyilvánvaló ugyanezzel a céllal, hogy a karcagi kórháznak a dolgait próbáljam egyengetni. A másik nagyon lényeges, hogy csapatban lehet végezni munkát. Én úgy gondolom, hogy itt Karcagon egy nagyon jó csapat létrejött már. Az én kollégáim engem azt kell mondjam, hogy igen komolyan segítenek, tudok rájuk számítani, akár a vezető kollégákra gondolok,
akár a főnővérekre, akár a főorvosokra. Tehát én úgy gondolom, hogy mi már lépéselőnyben vagyunk. Tehát mi már ezeket a küzdelmeinket, tárgyalásainkat már hónapokkal ezelőtt véghez vittük. Én nagyon bízom benne, hogy már nagy meglepetés bennünket nem ér. Tehát mi sok-sok-sok-sok lépéssel előtte vagyunk Dombóvárnak. Ők még most próbálnak, hát egy kicsit kapkodva keresni valamit. Arra az útra átérni. Hát igen, csak az idő elég limitált. Ugye a kórházak sorsa az március-áprilisig eldől. Eldől, hogy melyik kórházban mi marad, milyen osztály marad, milyen rendelés marad, marad-e egyáltalán aktív ágya. Mi ezeken a tárgyalásokon túl vagyunk. Én már írásban meg is kaptam a visszajelzést erről, tehát gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy ha már lemerte írni a GMC, akkor azon már sokat nem fog változtatni. Tehát itt minden marad. Bővülni fogunk. Igen. Beszéljünk most egy picit akkor a Kátai Gábor Kórházról. Az elmúlt hetekben ugye nagy lendülettel megkezdődött a felújítás látványos része. Igen. Főigazgató úr, hogyan tudná összefoglalni az elmúlt hetek történéseit? Hol tart most a felújítás? Mi történt az elmúlt napokban, hetekben? Azt tudom mondani, hogy az első napok zajosak voltak. Ahogy ön is mondja, tehát a bontási munkálatoknak a zaját, az sajnos a szakrendelőben lévő rendelő orvos kollégák, betegek, nővérek hallhatták, érezhették. Ez egy hét alatt lement, vagy másfél hét alatt. Most már a köztes falak bontása is megtörtént, sőt a törmelékelszállítás is. Tegnap kollégáim voltak odalent, én ma vagy holnap tervezem, hogy bemegyek az építési területre, mert nyilván ez előlünk is azért el van zárva, ezt le kell előre fixálni, nehogy baleset érjen akár bennünket is, vagy szóval nem illik ilyenkor a más munkáját zavarni. De a kollégáim úgy jelezték, hogy már a leendő radiológia osztályon már az új közfalakat, amik ugye ilyen sugárvédő anyagból vannak, már felrakták. Uh-huh. Tehát már az építési fázisba billent át a dolog. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy gőzerővel haladnak az építési munkálatok a szakrendelő földszintjén. Elég szépen dolgoznak, eltakarítják maguk után a építési törmeléket, tehát ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy eddig elégedettek vagyunk velük. A központi sterilizáló miatt, hogyha járt valaki a kórházba, akkor látható, hogy most vágtunk ki, vagy vágattunk ki profikkal nyárfákat, amelyek ki voltak száradva. Ennek két oka van, az egyik az, hogy nem is volt már biztonságos, féltünk, hogy viharba kidőlnek. Másrészről pedig azért, mert oda konténereket fogunk telepíteni, és gyakorlatilag átmenetileg konténerben fog a sterilizálónk üzemelni. Ez nem szokatlan, erre vannak cégek, akik ezt intézik, és gyártanak ilyeneket. Gyakorlatilag most ugye a tereprendezés, a fakivágás történt meg, én bízom benne, hogy egy-két héten belül letelepítik a konténereket, és utána a mostani steril, központi sterilnek a területe is építési területté válik, tehát ott is elindul a bontásépítés. Ami a lakosságot talán jobban érinti, vagy észrevették, az a büfének a kérdése volt, amelyet az építőkkel annyit tudtunk kialakulni, hogy a lehető legkésőbb nyúljanak ahhoz a területhez, ezért ünnepekig, gyakorlatilag talán még ma is, vagy tegnapig üzemelni tudott a büfé. Tehát ugye nem akadályozhatjuk az építőket, mert akkor ugye ködvérezik őket, tehát többe kerül a hús, mint a leves, mint a hús, tehát nem gondolom, hogy ezt önfejűen kell kitalálnunk, úgyhogy holnap ez lesz az egyik téma. Mindenképpen szeretnénk valamilyen átmeneti megoldást találni rá, mert mind a dolgozóinknak, mind a betegeinknek szükséges, hogy legyen egy valami kis ABC jellegű bolt, ahol a szükséges dolgokat be tudják szerezni. CT-vel kapcsolatban látható-e már egy új időpont? A CT-vel kapcsolatban annyi látható, hogy már az építészeti vonzata zajlik, tehát már ki lett üritve az a helyiség, ahol
a várakozó terem lesz, én úgy tudom, hogy kb. A valóság. Nem mindig fedik. Hát a régi szocialista munkaversenyben nem mindent írtak le úgy, vagy nem biztos, hogy úgy valósult meg, de hát ugye arról, ennek annak idején ilyenekről még kabarék is születtek. Az elmúlt hetek egyik legfontosabb híre a karcagi Kátai Gábor kórházzal kapcsolatban az volt, hogy az orvosok fizetésemelést kaptak. Ezt hogyan tudták megvalósítani, és mekkora mértékű volt ez az emelés? Helyesbítének ez inkább egy fizetésrendezés volt. Igazából évek óta fennálló hiányosságot igyekeztünk pótolni. Nagyon lényeges, hogy egy kisvárosi kórházba orvost találni, olyan orvost, aki utána évekig, évtizedekig itt él, vagy itt és itt dolgozik, egyre nehezebb. Ugye látjuk jól, hogy nagyobb helyeken is, Budapesten, megyei kórházakban is folyamatosan probléma ez. Nagyon sokan kimennek külföldre dolgozni, de hát sajnos ez más szakmában is így van. Ebből adódóan egyre nehezebb volt ez a kérdés. Mi igazából azt próbáltuk most tenni, hogy azokat az orvosokat, akik már évek, évtizedek óta itt dolgoznak, de az újabbak, tehát akik pár éve jöttek, őket is egy kicsit pénzügyileg olyan helyzetbe hozni, hogy a szigorú KJT táblázathoz képest azért többet vigyenek haza. Azért, mert nagyon nagy a csábereje egy-egy megyei kórháznak, klinikának, vagy hát sajnos akár külföldnek is. És tudjuk jó, hogy túl sok orvosunk nincs, és bizony-bizony komoly ellátási nehézséget okozna, ha egy-egy jó szakemberünk elmenne. A maga, hogy ez mennyit jelentett forintálisan, kb. 20-40%-ot jelentett. Nagyon szétszórt, mert eléggé össze-vissza voltak itt a fizetések megállapítva. Most egy kicsit rendet próbáltunk benne tenni. Az alapfilozófiája az volt, hogy a közel azonos szakmai képesítésű, azonos munkafeladatot ellátó embereknek közel azonos bére legyen. Aki többlet feladatokat is kapott, azok egy picit többet kapnak. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egyfajta logikát visz most már a bérezésben. Mindenki kapott egyébként béremelést? Nem mindenki kapott. Vagy bérrendezést? Nem mindenki kapott, néhányan nem kaptak csak. De ez a bérrendezésnek az első lépése még csak. Tehát valahogy el kellett indulni. Igazából az volt az alapfilozófiánk, hogy megpróbáljuk először közel egyensúlyba hozni a béreket, és innen indulna majd meg egy teljesítményt, szakmai tevékenységet, tudományos tevékenységet is elismerő többletdíjazás. De ahhoz mindenképpen az kellett, hogy az azonos végzettségű emberek közel azonosan keressenek. Ami nagyon lényeges, hogy nem kívánunk megállni csak az orvosok bérrendezése mellett az egészségügyi szakdolgozóink, illetve a kórház összes dolgozóját illetően szeretnénk a gazdálkodással eljutni oda, hogy az ő bérükhöz is hozzá tudjunk nyúlni, és ne lefele. Ezt akartam pont kérdezni, hogy a mai rendszerben ez nem okozott-e esetleg konfliktust a kórházban az egyes dolgozók között, hogy mondjuk tehát megnevezem például a nővérek vagy a konyhai dolgozók nem kezdtek-e azon felháborodni, hogy az orvosok miért kapnak, mi miért nem kapunk. Tehát nem volt-e ilyen konfliktus ebből? Vagy nem jutott a tudomására? Nem, még eddig nem nagyon jelezték vissza, de egy gyarló az embert biztos. Magyarok vagyunk, tudjuk, de hát most megnyugtatok mindenkit, hogy mindenki. De én azért úgy gondolom, hogy ha valaki a lelke mélyében néz, akkor láthatja, hogy a nővérek, szakdolgozók tekintetében is, amikor eldöntendő kérdés volt az, hogy valamilyen juttatás vagy többlet pótlék adható, azért, ha mindenki megnézi, a kórház a legtöbb esetben adta, ha nem is volt kötelezettsége. Tehát én úgy gondolom, hogy azt kell, hogy érezzék, hogy oda próbálunk figyelni ezekre a tényezőkre. És ismételten meg szeretném erősíteni, hogy nem szeretnénk itt megállni.
Tehát a nővérek, szakdolgozók, műtős fiúk, technikai személyzet, adminisztratív személyzet béréhez is igyekszünk majd hozzányúlni. Nyilván lépésenként lehet megtenni, mert hirtelen nem esett be az ablakon egy bőrönnyi pénz. Ezeket a pénzeket ezeket a pénzeket ki kell gazdálkodnunk. És azt a kigazdálkodást csak úgy tudjuk elvégezni, hogyha ők is partnerek, tehát amikor gyógyszer, vagy vegyszer, vagy egyéb technikai anyagnak a megrendelése, vagy más ilyen napi működésbeli költségek vannak, akkor valóban, mint egy jó háziasszony úgy tekint erre a dologra, és takarékosan, okosan rendelik, mert abból tud megmaradni olyan pénztöblet, amit utána vissza tudunk forgatni akár bér, vagy valamilyen kiegészítő juttatásképpen. Milyen évük lesz 2012-ben? Nehéz. Nehéz, zavaros év lesz. Én úgy gondolom, hogy azért az indulásunk nem rossz. Pénzügyileg ugye nem titok, hogy a házhoz, a kórházhoz pénz állt. Ez ugye az a bizonyos 27 milliárd forintnak a visszaosztása, amiről karácsony táján kommunikált az egészségügyi vezetés. Ez ugye elsődlegesen a adósságállomány rendezésére kell, hogy szolgáljon. Bocsánat, amit mondott, a tegnapi adatot. Igen? Az már az az adat, amit a kapott pénzt beleforgatták, még ezután? Még ezután forgatjuk be, tehát még tegnap kaptuk meg délután azt az utasítást, hogy egyetemire költhetjük ezt a pénzt. Tehát ez a pénz még ott van, még nem költhettük el, mert nem tudtuk, hogy a minisztérium milyen szándékkal küldte. Tehát ugye nem, ez közpénz, ezt nem szabad elherdálni, ezt csak arra szabad fordítani, amire a minisztérium előirányozza, vagy ami a végrehajtási utasításban benne van. Azt lehet tudnunk, hogy mennyit kapott a kórház? 93,8 millió forintot. Úgyhogy, de tegnap ugye megjött az utasítás, hogy ezt lejárt tartozás rendezésre kell fordítani, tehát innentől most már tudjuk, hogy mire fog elmenni. A másik, amilyen pénz jött a házhoz, azt tudjuk jó, hogy akiknek ugye pótlékaik voltak, műszakpótlék, veszélyeség pótlék, karácsony táján ugye úgy hívta a média, hogy pulykapénzt kaptak. Ugye azt azért tisztán kell látni, hogy a kétharmadát küldte el a minisztérium annak a pénznek. Vagyis az OEP. Tehát ehhez a K.T. Gábor Kórház a szakdolgozók tekintetében oda tette a másik egyharmadot. Ez 10 millió forint többletkiadást jelentett. Tehát visszautalnék arra, hogy tekintjük-e fontosnak, hogy a nővér is elégedett legyen, azt kell mondjam, hogy igen. Azért, mert nem azt csináltuk, mint más intézmény, hogy kifizette a kétharmadot, és utána megvonta a vállát, hogy hát ennyi jött, hanem mi úgy gondoltuk, hogy a dolgozóink megérdemlik, hogy a közös költségvetésből oda tegyük mellé azt a másik 10, majdnem 11 millió forintot, amivel a teljes összeget tudták megkapni, és ezt meg is kapták karácsony előtt a folyószámlájukra. Míg más intézményeknél ezen még hezitáltak napokig. Tehát én úgy gondolom, hogy igyekszünk a dolgozóinkat megbecsülni, és nagyon bízom benne, hogy ebből a szempontból utána számíthatunk is az ő munkájukra komolyabban és hosszú távon. Főigazgató úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. További sikeres évet kívánunk, sikeres munkákat, és visszavárjuk majd egy következő interjúra. Köszönöm, hogy itt volt. Kedves nézőink, mára megköszönöm figyelmüket.